Korábbi adásunkban részletesen foglalkoztunk már azzal, hogy hamarosan nagy munkálatok indulnak a Dombovári Sportiskola házatáján. A 70-es évek óta működő egyesület főbázisa, az uszoda, megszámlálhatatlan gyermek úszás oktatásának adott helyet. A sportiskola arra volt redesztinálva, hogy az egész sportolást, ami Dombováron van, úszás, futás, lövés, egyéb sportágakat összefogja. Ez az egész ugye az úszoda névadójának, a Farkas Attilának a nevéhez fűződik. Farkas Attila után volt az igazgatójának a Dombovári Sportiskolának a Fehérvári Tamás, és a Fehérvári Tamás után volt a Fazekas Gáspár. A Fazekas Gáspár igazgatósága után átkerült az egész a gimnázium hatásköre alá, és itt ugye az igazgató Boldog Zoltán volt, a Boldog Zoltán vette át ennek az egésznek a vezetését. A több sportágat is átölelő intézmény Kőszegi György vezetése alatt 1996-ban vált egyesületté. Jelenleg Zemán Zoltán tölti be az elnöki szerepet. Három szakosztálya van, van egy úszó szakosztály, van egy ötös szakosztály, és van egy szenior úszó szakosztály. A szenior úszó szakosztály 6 főt tart magába. Ezek jellemzően ilyen 40 és 55 éves urak, akik versenyszerűen űzik ezt a sportot, versenyeken indulnak, és ugye a pontszámaikat a Úszó Szövetségen keresztül nekünk hozzák. Aztán van ugye az úszó szakosztály. Itt 130 gyerek úszik a következőképpen, hogy jelenleg a Farkas Attila úszodában 5 csoportban kisebb-nagyobb különbséggel ilyen 18-20 gyerek úszik. A1 vagy A csoport, B1 csoport, C, D1 és D2 csoportban. Ez a 6 éves kortól a 14-15 éves korig történik, és van egy tanmedencénk, az pedig a Szivárvány óvodában van, ahol mintegy 30 kisgyerek, ami 2 évestől 5-6 éves korig tanítjuk meg nekik, illetve edzőink segítségével a vízbiztonságot. A sportiskola fő irányvonalát adó úszásoktatás helyben zajlik több edzővel. Az öttusázó fiatalok Kaposváron sajátítják el a vívás tudományát. Jelenleg ugye a Makatics Péter, mint vezetőedzőt alkalmazzuk. Van a Fehérvári Róbert, a következő csoportnak az edzője, tehát visszamegyek a nagyoktól visszafelé. Utána van a Fehérvári Levente, aki a kicsik úszásoktatásával foglalkozik. És a Makatics Péter bevállalta még, hogy a tanmedencében a piciknek a oktatását is csinálja. Helyettes edzőként pedig Nagy Rolandot emelte ki a sportiskola elnöke. Zemán Zoltán beszélt még az egyesület anyagi hátteréről is, mint megtudtuk, a nevezési díjakat, a mezeket, a vívás és a lövészet kellékeit mind az egyesület finanszírozza. Mióta az új polgármester úr van, jó az együttműködés a várossal, segítik a munkámat, illetve az egyesület munkáját. Aztán továbbá támogat az Úszószövetség, nagyon jó a kapcsolat. Az Úszószövetség ugye Vladár úr is minap volt itt nálunk az új úszoda témájában. Aztán az Ötös a Szövetségtől kapunk támogatást, szintén jelentős támogatást kapunk, talán az összes közül a legjelentősebbet. Az Ötös a Szövetség újította fel a konditermünket is, ahol a lövést gyakorolják a gyerekek, illetve szárazföldi edzéseket csinálnak, valamint ugye az öttusában 20 gyerek elég kiemelkedő teljesítményt nyújt országos viszonylatban. Ahhoz képest, hogy egy ilyen, illetve hát nem minősíteném, de az úszoda körülményei ennyit engednek meg nekünk. A hamarosan megvalósuló nagyértékű beruházás, a sportkomplexum létrehozása régi álma a városnak. A megvalósítása azonban csak most kerülhet sor. Látványtervek már a régebben készültek az új korszerű buszodáról. Pályáztunk is, mint ahol most állunk, ugye 2 éve adtuk be ezt a pályázatot infrastruktúra fejlesztésre, ezt az edzői öltözőt kaptuk, Úszószövetség és az EMI által. Aztán pályáztunk a tavalyi év során a 4 új rajtkövet, kaptuk az Úszószövetség és az EMI segítségével, és ugye kimondatlan álmunk volt egy új oszoda, amire most elvégleg a kormányzat, illetve Potápi úr segítségével a város szert tehet. Az úszoda egy komplexumot rejt magába, ami
a részünkre egy 6 pályás versenyoszoda, 25 méteres, és mellette egy tanmedencével, és elvileg ez a komplexum egy régiós szabadidőközpont lenne, sporti szabadidőközpont, amiből lesz a lőtér, aztán tekepálya, és elvileg egy kosárpálya is. Makatics Péter nem régóta edzi az úszókat, de már számos sikert tudhat magáénak. Ez a második szezon itt a Dombóvári Sportiskola Egyesületnél. A tavalyi szezon az első, amit itt töltöttem, az nagyon jól sikerült, jobb is volt, mint amire számítottam. 5 tusa sportákban, illetve úszó sportákban is nagyon szép sikereket értek el a gyerekek. Magyar bajnoki dobogós helyezéseket, diákolimpián is nagyon jól szerepeltek. Hát ebben a szezonban is nagy reményekkel kezdtük el a munkát, és az eredmények arra is tendáltak, hogy felül tudjuk múlni az előző szezon eredményeit is. De ugye sajnos jött ez a vírushelyzet, ami azt jelenti, hogy 2,5 hónapja nem voltak vízben a gyerekek, ez ugye úszóknál nem szerencsés. Próbáltuk ilyen Skype segítségével, ilyen szabadtestülős gyakorlatok sorokkal mozgásban tartani őket, ami nyilván nem ugyanaz, mint az úszodai munka, de azért én azt gondolom, hogy sok haszna volt. Hát a nagy kérdés az, hogy igazából jelen pillanatban mire is készülünk. A versenyrendszer per pillanat szünetel. Nem tudjuk, hogy mikor lesz legközelebb verseny, ha lesz, akkor milyen feltételek mellett lesz megrendezve. Én azt gondolom, hogy szeptember vége előtt nem valószínű, hogy versenyekben kell gondolkodnunk, úgyhogy így azért egyrészt nagy a bizonytalanság etéren, és azért nehezebb is ugye célokat megfogalmazni, illetve felkészülést irányítani, viszont másrészt meg olyan szempontból jó, hogy nem kell kapkodnunk, tehát van mindenre sokkal több idő, mint ami egyébként lenni szokott, úgyhogy én azt gondolom, hogy valahol a szerencse is, meg szerencsétlenség is, mert akinek voltak hiányosságai, most bőven van idő bepótolni, akinek valami jól ment, akkor ezt lehet tovább csiszolni, úgyhogy igazából van ennek jó és rossz oldala is. Péter üdvözli az országos kezdeményezést, amely arra irányul, hogy minden gyermek szerezze meg a vízbiztonságot, még akkor is, ha nem válik belőle sportoló. Ugye a Magyar Úszó Szövetségnek van ez a Minden Gyermek Tanuljon Meg Úszni programja. Ez országos szintű lefedettséget jelent. Igazából ez ugye azt sugallja, amivel én maximálisan egyet is tudok érteni, hogyha nem is lesz versenyző az adott gyermekből, de szerintem a mai világban, amikor ugye főleg a nyári időszakban arról szólnak a híradók, hogy sajnos a Balatonban ilyen baleset történt a vízben, meg olyan baleset történt a vízben, akkor szerintem az alap dolog, hogy a úszni megtanuljon. Aztán az, hogy utána a gyermek szülő úgy gondolja, hogy van-e affinitása ahhoz, hogy ő versenyző legyen, ez egy másik kérdés. Ha nem, és csak lejár hozzánk úszni, egészségesen és hasznosan eltölti az idejét, természetesen annak mi is örülünk, ő pedig nyilván hasznosan használja fel azt az időt, amit az úszodában tölt el. A remények szerint erre nagyon jó lehetőséget fog biztosítani a megújuló épület együttes, és még több dombovári és környékbeli fiatal jár majd ide szabad idejében.